10 hektáron égett a felsőváros határában a száraz fű. A tűzoltók két kocsival vonultak ki, kéziszerszámokkal, lapáttal oltották a tüzet. Ma a hétfői napon már 10 esetben riasztották tűzoltóinkat száraz fű tüzekhez. A legtöbbször a gyöngyösi tűzoltónknak kellett helybe beavatkozni, de most jelen pillanatban Egerben 3 helyszínen is kint vannak a tűzoltóink. A hétvégén 44 esetben riasztották tűzoltóinkat, ebből 36 tűzeset történt, és a 36 tűzből 34 szárazfű és bozótos tűz volt. Tavaly több mint 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók, többségében ajnövényzet és avar égett. 2012-ben pedig több mint 1300 ilyen esethez riasztották őket Heves megyében. Idén a szokatlanul korán jött jó idő miatt már megkezdődött az avar és a növényi hulladékok égetése. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen tovább terjedhet, életveszélyt, súlyos kárt okozhat, hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Ha valaki figyelmen kívül hagyja a tűzvédelmi előírásokat, a hatóság 100 000 forinttól 1 millióig terjedő bírsággal sújthatja. Ha az oltáshoz a tűzoltók segítségét is igénybe kell venni, a bírság jelentősen nő. A legkisebb kiszabható tétel 200 000, a legnagyobb már 3 millió forint.